Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Július 15-i hatállyal új főigazgatót nevezett ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház élére Pintér Sándor belügyminiszter. Rövidesen érkezik is hozzánk az új vezető, előtte mutatjuk a teljes kínálatot. Már törik, korábban kezdődött a dohány betakarítása. Főigazgatói kinevezés, dr. Eisner Éva a vármegyei kórház vezetője. Dolgoznak a föld alatt, zajlanak a Nyírtávhű Kft. Nyári munkálatai. Idén az elmúlt években tapasztaltakkal ellentétben nem csökkent, hanem nőtt a dohánytermesztő területek száma. Továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében termesztik a hazai dohány mintegy 80%-át. A 2024-es esztendő a gazdák szerint várhatóan egy közepes termésű év lesz. A megszokottnál két héttel korábban már el is kezdődtek a betakarítási munkálatok. A tetejezésnek hívjuk azt, amikor a virágzatot eltávolítják, tehát ami rajta van, a virág eltávolítja. Kacsmentesítésnek pedig az, ami a levél hónaljából jön, ezt nevezzük kacsnak. Tóth Sándor dohánytermelő mutatja a kamerának, hogy a dohánytörés mellett milyen más teendőik vannak az ófehértói dohányültetvényen dolgozó munkásoknak. Hajnali 5 órakor kezdődött a műszak az itt dolgozók számára, akik a dohány betakarítása mellett arról is gondoskodnak, hogy a növények virágainak és új hajtásainak eltávolítása révén még erősebbé és jobb minőségűvé váljanak a dohánylevelek. Most egy olyan két héttel hamarabb kezdtük a betakarítás, két okból, egyrészt azért, mert hogy hamarabb jött a tavasz és a betakarítás kezdete, másrészt meg azért, mert tehát nem olyan jó évnek nézünk elé, legalábbis mi, mert kipusztult egy olyan 10%-a a területünknek, és úgy gondoltuk, hogy hamarabb elkezdjük a betakarítást, tehát azt, amit az előző években, ez a porlevelet, a legalsó leveleket nem takarítottuk be, most úgy gondoljuk, hogy betakarítjuk, hogy mindent meg kell menteni, mert előreláthatóan kevesebb lesz a termés. A csapadékos időjárás és a termőterületek egyenetlensége miatt belvíz alakult ki az Ófehértó közelében lévő táblákon, amely azonnal tönkretette a termést. Tóth Sándor az idei évet illetően egy közepes termés átlagban bízik. Itt ezen a területen a francia Virginia fajtájú dohányt termesztik. Magyarországon a dohánytermesztés 80-85%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében koncentrálódik. Az országban két levélfajtát termesztenek, a mesterséges szárítású Virginiát és a természetes szárítású Burley dohányt. Ezeknek az aránya az országos termésből 85% Virginia, 15% a Burley. A termőterületekre azt lehet mondani, hogy az idei évben egy nagyon pozitív dolgot tapasztaltunk, egy 5%-os növekedés van az országos szinten a tavalyi évhez képest. Néhány termelő korábban, akik kiszálltak a dohánytermesztésből, visszatért a dohánytermesztésbe, és számunkra ez nagyon kedvező dolog, hiszen ezzel megállt az a csökkenés, ami évek óta jellemezte ezt az ágazatot termőterület szintjén. Bízom benne, hogy ez a pozitív folyamat tovább fog folytatódni, és hát nyilván ebben több dolog is szerepet játszik, azt gondolom, hogy gyengélkednek az egyéb szántóföldi kultúrák, de ami ettől sokkal fontosabb, hogy a kormányzat kiemelten támogatja a dohánytermesztést, és emellett a felvásárlók is az utóbbi két évben gyakorlatilag megduplázták a felvásárlási áraikat. Gyenge adottságú területeken termelik a dohányt, ahol más kultúrákat rentábilisan nem lehetne termelni, viszont a dohányra nagyon jól lehet ezeket a területeket hasznosítani, és hát emellett a megyében tradicionálisan nagyon sok mezőgazdasági termelő, nagyon sok őstermelő van, tehát kiemelt terület a mezőgazdaság az Szabolcs megyében, és valószínűleg ez a kettő az, ami szerepet játszik abban, hogy Szabolcs megyében ilyen nagy mennyiségű dohánytermesztés zajlik. Amit tudni kell, hogy a Virginia dohány, ami a 85%-át képviseli az országos termesztésnek, ezt gázzal szárítják meg mesterséges szárítókban, és ugye ez a gázhasználat, ez a költségeket, illetve az emellett elektromos áramra is szükség van, ez jelentősen megemelte akkor a költségeket. Azóta mi is figyeljük rendszeresen a nemzetközi tőzsdei adatokat és a gázárat, de azt látjuk, hogy az akkori csúcsból, abból a 350 euró per megawattórás árszintből most már visszatértünk a 30-35 euró per megawattórás
16 óra környékére. Ez a szolgáltatóknak az árképzésében is megjelent, tehát visszacsökkent a gázár, és ezáltal a költségek is visszakorrigáltak. Azonban van egy költségelem, ami a dohánytermesztésben jellemzően folyamatosan magas, ez a munkabér költség, hiszen nagyon sok munkaerőt használ az ágazat. A dohány betakarításához nagyon sok kézi munkára van szüksége. Virginia esetében 700-800 munkaóra, a Burley esetében ez elérheti az 1000 munkaórát is hektáronként, és ugye ennek a munkabérnek, mivel a minimálbér is folyamatosan emelkedik, ennek a munkabér költsége folyamatosan emelkedik. Ez az egyik legnagyobb költségtényező ma a dohánytermesztésben. Folyamat, mondhatom azt, hogy a szerződéskötéssel kezdődik, ugye az év elején, február második felében a két felvásárló megköti a termesztési szerződéseket a termelőkkel, és március elején elindul a magvetés. A magvetést lezajlik március végére, és innentől kezdve, hogy a palánta nevelés május elejéig, május közepéig tart. Innentől kezdődik a szántóföldi szakasz, kiültetik a palántákat, és jellemzően július közepén elkezdik a betakarítást. Ez tart szeptember végéig, október közepéig, szezontól függően, illetve mennyiségtől függően. Mindeközben már a két felvásárló elkezdi a felvásárlást, jellemzően augusztus elején, közepén elkezdik a felvásárlást. A Virginia dohányok felvásárlásával kezdenek, ez eltart november végéig, és a Burley típusú, tehát a természetes szárítási dohányt pedig decemberben kezdik el felvásárolni, és az következő év február elejével zárul le. Így teljes a folyamat. Szezonális, főleg nyáron termő zöldséggyümölcsről beszélünk, akkor ugye azt tapasztaljuk, hogy egy kicsit, mintha minden előrébb jött volna, ez érinti a dohánytermelő ágazatot is? Igen, ezt én is megerősítem, a mi ágazatunkra is jellemző. Ha visszatérünk ismét az előbb említett folyamathoz, akkor azt tudom elmondani, hogy talán mi is már a magvetéseknél egy hetes előnyt összeszedtünk, tehát egy picit előrébb jöttek a magvetések. Ez azt eredményezte, hogy a palánta is hamarabb volt, és nem csak a magvetések miatt, hanem amiatt is, hogy március második felében és április első felében kitűnő időjárás volt, ami nagyon kedvezett a palánták fejlődésének, így május elejére gyakorlatilag rendelkezésre állt a palánta a kiültethető állapotban, meg is kezdődtek a kiültetések, és általában május végével zárul az ültetési szezon, de most azt kell, hogy mondjam, hogy május 20-a, 22-e környékére a országos területeknek a 85-90% a beültetésre került, tehát megvolt ez az előny. Egészen május 15-20-áig aszályos időjárásunk volt, tehát nem igazán kedvezett a szántóföldi előkészületeknek, viszont utána gyakorlatilag egy hónap alatt volt olyan része a megyének, ahol több mint 250 mm csapadék hullott. Ez azt eredményezte, hogy a területeken vízállások keletkeztek, belvizes területek alakultak ki, ahol kipusztult a növény, ez nyilván tovább csökkentette a termőterületet, emellett néhány helyen nem jelentősen, de jégverés is volt, ami csökkentette a termést. És most az elmúlt két hétben, vagy két és fél hétben megkaptunk egy olyan hőhullámot, ami megint nem a legkedvezőbb a termesztés számára, hiszen a növény azzal, hogy a tenyész időszak első felében folyamatosan kapta a csapadékot, rendelkezésre állt a nedvesség, a tápanyag, intenzíven fejlődött, kialakult egy nagy lombfelület, azonban a gyökér nem volt rákényszerítve, hogy a föld mélyebb részeire lemenjen, ezáltal most a két és fél hetes szárazság hatására kiszárította ezt a felső 10 centis réteget, a 10-15 centis réteget a meleg, és most nincs tápanyag, nincs nedvesség, és a növény intenzíven elkezdett érni. Azonban ilyen hirtelen érést nagyon nehéz kordában tartani, tehát betakarítással ezt utolérni borzasztóan nehéz, úgyhogy nagyon szükségünk lenne némi csapadékra, hogy egy picit helyreálljon a rend.
A dohánytermelőink egy része, és itt elsősorban a Virginia dohánytermelőkre gondolok, tud öntözni. Tehát már a korábbi években berendezkedtek az öntözésre. Az is igaz, hogy az utóbbi években nagyon sok öntözésfejlesztési pályázat volt kiírva a kormányzat által, és ezen nagyon sok termelőnk részt vett. Akiknek nem volt öntöző berendezése, azok a pályázat útján jellemzően hozzájutottak ehhez. És most azt kell, hogy mondjam, hogy a Virginia termelőknek szerintem 85%-a az tud öntözni Magyarországon. Eddig, ha visszatérünk az aktuális időjáráshoz, akkor ugye eddig erre nem nagyon volt szükség, hiszen még túlságosan bő is volt a csapadék, de most mindenféleképpen, aki csak tud, mi is arra ösztönözzük őket, hogy öntözzenek, hogy a növényt életben tartsák, tápanyaghoz juttassák, vízhez, és ez gyakorlatilag ezzel a saját munkájukat könnyítik meg, hiszen meg tudják nyújtani a betakarítási időszakot. El tudják kerülni azt, hogy a termés egy része megsemmisüljön, elszáradjon a tőkén. Az eredményes pályázati eljárást követően Pintér Sándor belügyminiszter július 15-i hatállyal 6 vármegyei kórház és egy budapesti centrum kórház élére nevezett ki intézményvezetőket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház főigazgatói teendőit a jövőben dr. Eisner Éva látja el, az új vezetőit is van most a stúdióban. Köszöntöm. Üdvözlöm a kedves nézőket is. Egy picit arra kérném, hogy mutatkozzon be a nézőknek, milyen szakmai út vezetett idáig, labordiagnosztika területén dolgozott. Így van. Általános orvosként végeztem, kutató orvosként és diagnosztaként kezdtem el a szakmai munkámat a Debreceni Egyetemen. Laboratóriumi diagnosztika és molekuláris genetika szakvizsgákat szereztem, ugye abban az időben ez egy nagyon felfutóban levő innovatív terület volt. A laboratóriumi szakma, a művelése mind diagnosztam, mindig magában foglalja azt, hogy egész kezdőkortól kezdve az ember folyamatosan egyfajta menedzsmenti munkát is végez, nagyon különböző hátterű szakemberek munkáját hangolja össze, folyamatos konzíliumban, konzultációban van a klinikai szakemberekkel, és ugyanakkor egy klasszikus kórházban egyéb feladatokat ellátó szállítási, logisztikai és egyéb területeknek a vezetőivel. Tehát én bennem az első perctől kezdve kialakult az, hogy az orvosi munka az együtt jár részben azzal, hogy valamit nagyon mélyen megismerünk, egyfajta kutatási igényességű feladatvégzéssel, és ez is nagyon ambicionált. Ugyanakkor láttam azt, hogy egy jól összehangolt csapatmunka, az akkor is, hogyha az erőforrások szűkösebbek, sikeres betegellátást, vagy sikeresebb betegellátási folyamatokat eredményez. Tehát egyfajta rendszer szemléletet is sikerült elsajátítani. Abszolút. Aztán vívottam egy darabig azon, hogy melyik legyen az én utam, az akadémiai típusú egyetemi karrier, ennek az összes lépcsőjét tulajdonképpen szinte megjártam. Tudományos fokozatokkal? Igen, gyakorlatilag a nagy doktori cím az egyetlen, amit nem habilitációtól kezdve, én ugye a Debreceni Egyetemnek a magántanári címét is elnyertem, tehát meglehetősen, hogy mondjam, végigjártam a ranglétrának a különböző lépcsőit. A Laki Kálmán doktori iskolának oktatója vagyok hosszú ideje. Külföldi tanulmányutakon vettem részt, 3 évig dolgoztam Svédországban, egyértelműen alapkutatási tevékenységet végezve, és aztán elkezdtem szakmapolitikai területre is involválódni, először csak kezdő, fiatal, a professzoroknak bedolgozó háttérmunkásként, és hát most már második alkalommal választottak a Magyar Labordiagnosztikai Társaság elnökévé, tehát ilyenfajta társasági és tudományos társasági feladatokkal azok vezetését is kezdtem ellátni, aztán most újra tehetem.
aztán nemzetközi tudományos társaságoknak a vezető funkciójába is belekóstolhattam. 9 évig voltam a szakmánk Európai Társasága egyik munkabizottságának az elnöke. Most már ugye koromnál fogva is inkább az expert advisory szerepeket töltöm be, de gyakorlatilag mindenfajta lépcsőjében a tudományos meg szakmai munkámnak mindig azt használtam, élveztem, hogy a legkülönbözőbb hátterű, másként különböző módon gondolkodó szakembereknek a munkáját tudtam összekoordinálni, legyen ez kulturális különbségekből adódó összehangolást igénylő feladat, vagy szakmai háttérből adódó feladat. Úgyhogy ez a háttér egy idő után nyilván felvetette annak a lehetőségét, hogy egy nagy közkórház először laboratóriumi diagnosztikai feladatainak a vezetését lássam el. Ebből aztán tovább léptünk különböző szintű integrációra, aminek végül is az az eredménye, hogy nagyon régóta ebben a vármegyében gyakorlatilag a kisvárdai laboratórium kivételével az összes többi laboratórium egy integrált laboratóriumként működik több telephelyen, azonos szakmai nívón, és összedolgozunk abban, hogy a leghatékonyabban, a leggyorsabban tudjunk eredményt szolgáltatni a betegeknek. Ehhez most az utóbbi időben még a kisvárdai kórház is társult egyfajta funkcionális integrációban, és ugye ezen feladatok nyomán egyre több menedzsmenti feladat is megtalált a kórház életében, ahol először orvosigazgatói funkcióban próbálhattam ki magam, szakmai tanácsadó testület elnökeként dolgoztam, segítettem a menedzsment munkáját hosszú évekig. Mióta van a nyíregyházi? Azt hiszem 2005 óta, tehát már most nagykorú vagyok ilyen szempontból, 19-20. Éve lassan, 19. vezettem az itteni laboratóriumot, és hát az elmondott menedzsmenti feladatok szépen jöttek sorba az évek alatt. Milyennek ítéli meg most a Vármegyei Kórház, Oktatókórház helyzetét és a Vármegye ellátását? Minden vármegyei kórháznak szerintem a mai magyar egészségben nehéz a helyzete. Leginkább abból fakadóan, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony rendszer életbe lépése után az orvos kollégákat nem annyira motiválja az, hogy ilyen típusú kórházakban dolgozzanak. Egyetemi kórházakban sokkal többen vannak, sok esetben kicsit innovatívabb szakmai környezetben vannak, a felelősségük gyakran kisebb, hiszen abból adódóan, hogy sok szakember van jelen, jobban megoszlik, jobban lehet támaszkodni a nagyobb létszámban levő szenior kollektívára. A vármegyei kórházak esetében az a jellemző, hogy nagyon-nagyon nagy beteg forgalmat bonyolítanak ezek a kórházak, ami az én véleményem szerint egyébként egy nagy előny az itt dolgozó kollégánk számára, mert borzasztóan színes és sokféle betegséggel és szakmai helyzettel, szakmai kihívásokkal tudnak találkozni, szakmai fejlődésünknek relatíve korai szakaszában, és nyilván ez inspirálja őket abban, hogy egyfajta empírián alapulóan is gyorsan sajátítsanak el olyan készségeket, amiket szerintem az egyetemen kezdők esetében kicsit hát több idő, hogy megérkezzen. Ennek megfelelően mondhatjuk, hogy itt a vármegyei kórházakban fiatalabb az orvosállomány? Azt talán nem mondanánk, vagy én nem ismerem azokat a statisztikákat, mert hiszen vélhetően az idősebbekből is jelentős létszámban van itt is, ott is, tehát nehéz megmondani ezt az egyszerű átlag életkorszámítást, de mi nagyon szerencsés vármegye vagyunk, nyilván ilyen volt elődeimnek is a politikája, hogy mi nagyon szerettük volna megnyerni az első lépéstől kezdve a rezidensi státuszra pályázó kollégákat, mi valóban minden pályázó esetében azt keressük, hogy hogy találjuk meg a neki legmegfelelőbb területet, tehát nagyon sok rezidensünk van, 180 rezidense van a kórháznak, ez az egyik legnagyobb rezidensi létszáma a közkórházak vonatkozásában. Abban talán még nem vagyunk
teljesen ügyesek, hogy hogy tartsuk meg ezeket a kollégákat akkor is, amikor már leszakvizsgáztak, és akkor, amikor az előbb elmondott viszonylag nagyobb betegforgalom és nagyobb nyomással, terheltséggel együtt járó időszakban kell megtalálni számukra azokat a kihívásokat, pozitív dolgokat, ami itt tarthatja őket. De ugye az eredeti kérdésem az az volt, hogy mi a véleményem erről a konkrét kórházról, és én nem véletlenül pályáztam ide, nem csak azért, mert itt nőttem fel. A jelen pályázati rendszerben volt lehetőségünk arra, hogy jelezzük a pályázatunkban, hogy elfogadjuk a más kórházban felajánlott vezetői pozíciót is. Én a pályázatom ezen részében kifejezetten egyértelműen írtam le, hogy én azt a vezetői koncepciót, amit elképzelek, hogy megvalósítani érdekes és megvalósításra alkalmas lehet a vármegyében, azt más vármegyében még nem lehetne megtenni. Mi már máshol tartunk, mi már egy gazdasági teljes integrációt magunk mögött tudva, annak összes nehézségeivel elérkeztünk oda, hogy egy olyan munkakultúrájú kórház komplexum vagyunk, ahol valós szakmai integrációs folyamatokat lehet közösen átgondolni és megtervezni, és számomra ez az, ami igazán inspiráló ebben a vezetői feladatban, amit én elvégeztem. Hogy kell ezt elképzelni? Hogyan működik egy ilyen szakmai integráció megyei szinten? Ugye a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház, ez most a mi hivatalos nevünk, ez 6 telephelyen lévő egészségügyi intézmény, így mondanám, mert ebből 5 kórház a klasszikus értelemben, tehát fekvőbetegellátást is biztosít, és egy az, amelyik csak a nyírbátori szakrendelőnk, az csak járóbetegellátást biztosít. A szakmai integráció az azt jelenti, hogy a betegeket ellátó tím, tehát orvos és ápolói csoport, az egy szakmán belül mindezeken a telephelyeken ugyanaz. Az, hogy most Kovács doktort nem látjuk minden nap minden telephelyen, ez természetes, de az, hogy mit szeretnénk nyújtani, milyen ellátást, itt járóbeteg szakrendelést szeretnénk, 2 fajtát, endokrinológiát, diabetológiát, a másik telephelyen kardiológiát, mind a 2 helyen szeretnénk fekvőbetegeket ellátni. Ezeket egy szakmai tím tervezi meg az összes telephely vonatkozásában, és igyekszik beosztani úgy a kollégákat, hogy mind a felkészültségükben, mind az eltöltött szakmai idő alapján, mind az együtt összeálló szakmai tím összetételekben megfeleljenek azoknak a feladatoknak, amiket célul tűztünk ki. Az, hogy mit tűzünk ki célul, az pedig az megint egy átgondolt, tudatos tervezésnek kell, hogy az eredménye legyen, aminek az a célja, hogy a vármegye bármelyik pontján élő lakos hozzáférjen az ellátáshoz, az ellátásnak a mai kor színvonalán elvárható legmagasabb szintjéhez. Természetesen nem mindenhol mindenhoz, de azoknak a szakmai utaknak, tisztáknak kell lenni, hogy akár alapellátás szintjén belépő beteg hogyan jut el egy magasabb felkészültséget igénylő ellátáshoz a mi rendszerünkön belül, és hogyha már a vármegyei kórház ellátási képessége meghaladó mondjuk országos intézeti vagy egyetemi szintű ellátásra van szüksége, akkor pedig hogyan jut el ezekre, hogyan éri el ezeket az ellátásokat. Amikről most beszél, ez már a valóság, a jelen, vagy ezek jövőbeni tervek? Is. Nyilván azért ambicionált engem ez a feladat, mert azért látok már erre, ha nem is teljes egészében elkészült megoldásokat a rendszerben, de már ennek az első változatai léteznek. Ugye a saját szakmám, ami diagnosztikai terület, tehát nem feltétlenül betegek mozgatását jelentő terület, gyakorlatilag erre már teljesen felkészült. Az informatikai adottságainknak megfelelően kihasználjuk ennek az integráltságnak az összes lehetőségét, a mintákat utaztatjuk, nem a betegeket, ahol csak lehet. Ugye sokkal érdekesebb kihívás akkor, amikor valóban a betegeinknek a
az ellátását kell megszervezni, de ezen a területen is vannak már példák. Ugye például az intenzív terápia szempontjából már egyetlen egy osztályként működik a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kórházakban ez a terület, tehát elődöm, Szűcs főigazgató úr volt az, aki most ide lépett tulajdonképpen ebbe a feladatkörbe vissza, azért, hogy az összes telephelyünkön levő osztálynak a szakmai munkáját a lehető legnagyobb energiával meg tudja szervezni. De hasonló módon egy osztályként működik már például a fülorgégészet, egy osztályként működik, de még talán nem minden feladat vonatkozásában ennyire letisztázottan a gyerekgyógyászati ellátás, hasonlóan szervezzük most a szülészetnőgyógyászati ellátást, tehát nagy szakmákat érintően gondolkodunk az elmondott szemlélet alapján történő betegellátási utaknak a megvalósításával. Dr. Ajzner Éva főigazgató asszony, sok sikert kívánunk a munkájához. Nagyon szépen köszönöm. Javában zajlanak a nyári karbantartási és felújítási munkálatok a Nyírtávfő ZRT-nél Nyíregyházán. A távfőszolgáltató jelenleg a Bethlen Gábor utcán végez nagy volumenű korszerűsítést, de dolgozni fognak még a nyár folyamán a Pozsonyi téren, az Erdősoron és az Ószőlő utcában is. A társaság ezekben a hetekben kalkulálja az előző fűtési idény visszafizetéseit, de az már látszik, hogy a magasabb átlaghőmérsékletnek köszönhetően a legtöbb lakosnak a szokásostól jóval nagyobb összeget írnak jóvá. Rekordhőmérsékletet ért el az elmúlt fűtési idény is, egy fokkal magasabb és több mint 6 fok a külső átlaghőmérséklet, hát ilyen magas még soha nem volt, úgyhogy ennek szellemében már gyakorlatilag áprilisban és májusban fűtenünk se kellett, olyan jó idő volt. Emiatt, ugye, ha értékelni akarom, azt mondom, hogy kevés hő fogyott a rendszeren, és hát emiatt lesznek visszafizetések, ami nyilván van a fogyasztóknak jó hír. Ezek a visszafizetések, ezek jelenleg vannak kalkuláció alatt. Számszerűsíteni még nem tudom, de azt tudom mondani, hogy mindenképpen visszatérítés lesz, tehát több lesz a visszatérítés, mint amennyit be kell fizetni. Jelen pillanatban úgy működik a rendszer, hogy június 30-án történt egy leolvasás, körülbelül ugye 2 hete, és ezt a leolvasást dolgozzuk fel jelen pillanatban. Amennyiben ezek a feldolgozások megtörténnek, a költségosztás maga, ezeket kiküldjük a lakóközösségek képviselőinek, azok ugye jóvá hagyják ezt, vagy sem, újrakoztjuk, stb. Ha jóvá hagyják, akkor ez alapján elkészülnek az elszámoló számlák az egyes fogyasztókra, ez feltehetően július vége, augusztus eleje legkésőbb, és ez alapján értesülnek a fogyasztók arról, hogy visszakapnak, vagy befizetésük van. Az idén jogszabályi változás miatt új lesz a rendszer, régen úgy működött, hogy visszautaltuk a megtakarítást, most úgy az új jogszabály szerint úgy működik majd a dolog, hogy ami megtakarítás keletkezik, azt jóváírjuk a következő számlákból. Tehát ennyit hozzá kéne mindenképpen tenni, de erről nyilván a fogyasztók tájékoztató lesznek. A évek során az a tapasztalatunk, hogy ennek körülbelül augusztus közepén, mire teljesen lecsengés vége, hiszen a megkapott számlák alapján még lesznek lakossági reklamációk, stb. Stb. Lesz, aki nem fogadja el, tehát azért nem tudok még pontos számot, valamikor ezt a pontos számot majd körülbelül 2-3 hét múlva tudjuk megmondani. Ugyanez igaz egyébként a használati melegvízre is, ott is megtakarítás látszik, tehát a korábbi időszakhoz képest, hát itt is nyilvánvalóan elsődleges oka az, hogy magasabb a külső hőmérséklet, nem foly annyi meleg víz, és így aztán a díjvisszatérítést kapnak a fogyasztók. El tudtuk időben kezdeni, pontosan azért, mert időben véget ér a fűtési idény, ugye májusban. El tudtuk kezdeni a karbantartásainkat. Minden évben nyáron a karbantartásokat a gerincvezetéki karbantartással kezdjük, amikor még nincs olyan túlzottan nagy meleg májusban. Ez azt jelenti, hogy 2 hétig a teljes rendszeren az aknáinkat, hiszen közel 300 távfűtési aknánk van, ezeket vizsgáljuk át, ezeket tömítéseket cserélünk, festünk, takarítunk, ugye fertőtlenítünk, tehát ezek az aktakarbantartások megtörténtek.
Ezen kívül egyéb karbantartások folyamatosan mennek, a hőközpont karbantartások, ezt a saját dolgozóink, a műszakos dolgozóink végzik, illetőleg hát hitelesítésekre került sor, ami hőmennyiségmérő hitelesítést jelent, hiszen közel 1000 darab hőmennyiségmérőnk van, és ebből az idén 200 darab körülbelül az, amit hitelesíteni kell. Ezek már megtörténtek a kiszerelések, és jelen pillanatban hitelesítési laboratóriumban vannak. Ezen kívül szivattyúkarbantartás van folyamatban, ugye 1400-1500 szivattyúnk van, tehát van mit csinálni bőven, illetőleg hát érintésvédelmi felülvizsgálatok, hiányosságok pótlása, ezek a karbantartási munkálatok. Ezen kívül pedig júniusban elkezdtük a felújítási munkákat, a beruházási munkákat. Itt a város gyakorlatilag teljes terjedelmét lefedjük, azaz minden város részben van mit csinálni. Ez tényleg úgy igaz, hogy a Józsaváros az Érkerten keresztül az Örökösföldig, hiszen mindenütt van terv szerint valamennyi vezetékcsere, hőközpont felújítás. Itt hőmennyiségmérő beépítés van ezen kívül, illetőleg hát villamos felújítást végzünk ezeken a helyeken. Itt már ugye olyan nagy volumenű, vagy nagy volumenű munkálat a hőközpontokban nincsen, ami akadályozna esetleg a forgalmat, ezek kevésbé látványosak. Ami még hátra van közterületen végzett munkában, az a Bethlen Gábor utcán, ott a Hittudományi Főiskolánál, ott egy nagy aknát rekonstrukció alá vontunk, illetőleg ma, holnap befejezzük a Kossuth téren egy kompenzátornak a cseréjét. Még az idei tervünkben benne van, hogy a Pazonyi téren egy használati melegvízrendszert újítunk fel teljes mértékben. Erdősornál aknában szerelvényt cserélünk, illetve az Ószülő utcán lesz még valamennyi vezetékcserénk. Ezek az idei tervek, és hát nem akarok senkit lelombozni ebbe a kánikulába, de 2 hónap múlva kezdődik a fűtési időszak. A fűtési idény szeptember 15-én indul, ugye. Én arra kérek esetleg, akik nézik a műsort, hogy amennyiben tehetik a festési munkálatot, vagy radiátorfestést, vagy nem tudom mit csinálnak, azokat próbálják meg a nyári időszakban, hogy ne ősszel kezdődjön azzal, hogy na akkor álljunk meg, ürítsük le az épületet. Hát gyakorlatilag az szokott történni, ugye, ami jellemző, hogy szeptember 15-én indul, de nem egyszer indul a város, hanem szépen fokozatosan. Tehát tavaly is úgy volt, hogy szeptember 15-től október 15-ig tart gyakorlatilag a beindulás, a fűtés beindulás. Itt leginkább a légtelenítéssel vannak problémák. Tehát, hogyha valahol már a lakóközösség tudja azt, hogy üres a rendszer, fel kellett tölteni, azt időbe értesítsenek bennünket, hogy ne legyen ilyen probléma a fűtés indulásakor. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Új műsorral legközelebb szerdán várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!